Üdvözlök neked újra itt a csatornámon, én Timi vagyok, és egy újabb videót hoztam nektek, amit megígértem, megpróbálok karácsonyig minden nap nektek posztolni, feltölteni valami videót. Most egy DM-es videót hoztam, megérkezett a DM csomag, és most rendeltem először, remélem, hogy minden rendben van, nem folyt még ki, amit látjátok, még nincs megbontva. Úgyhogy remélem, hogy tényleg semmi probléma nincs vele. Menj egy picit arrébb. Nem menj innen, nem azt mondtam, hanem menj egy picit arrébb. Semmi baj. Várjál, jöjjünk rá, hogy még a... doboz teteje. Szerettem volna rendelni arc lemosót, de sajnos, bocsánat, ismét elfelejtettem lenémíteni a telefonon és a prőzemmódra tenni, megoldottam most. Azt hiszem, hogy nyugta nem jár, aki rendelnek, azok biztos tudják, én mondom, most rendeltem először, hogy még nem nagyon tudom. Szerettem volna arclemosót rendelni, tudjátok, ezt a Balea medes arclemosót, de sajnos nem volt már elérhető, és láttam a rendelésem pénteken, akkor nem volt elérhető, szombaton, mire ismét megnézem a DM oldalát, ismét elérhető volt, úgyhogy na mindegy. Vettem egy Helia D arckrém szettet, ez az éjszakai krém minden bőrtípusra, és egy nappali hidratáló krém normál bőre. Megmondom őszintén, sok jót olvastam róla, nagyon jókat hallottam róla. Ezt karácsonyi ajándékba szánom, és 2999 forint volt, és mondom, a két 50 ml-es arckrémet, egy éjszakai és egy nappali tartalmaz. Magamnak vettem egy testápolót a Lactovit-tól, Lacto Oil, mélyen hidratáló, bőrgyógyászatilag tesztelt, proteinet és kálciumot tartalmaz, száraz bőre való, és mandula olajjal, 400 ml, és 12 hónap felbontás, vagy lejárat felbontás után. Semmilyen kréme nincs már itthon. Hú, ez egy nagyon sűrű krém, ahogy én azt elnézem. Nagyon jó mandulás illata van. Nagyon tetszik a kiszerelése, hogy ilyen kis pompás rész van hozzá. És ez 1200, nem tudom hány forint volt. Köszönöm, mentem, hogy fognak egy nyugtát tenni hozzá, na de mindegy. 1200-1300 forint volt. Na, van még itt egy. Mindegyikben van csomagolva szépen, vagy csomagolva, mindegyiknek le van ragasztva a tetejé, véletlenül sem szóljon ki. Van még egy rózsavizes micellás víz a Balea saját márkától, vagyis a DM saját márkától, ettől a Baleától, 3:1, és akkor azt mondja, hogy micelláns arctisztító víz rózsavízzel, 400 ml száradszín érzékeny bőre, alkohol és parfümmentes. Ez egyfajta rózsaszín Garnier. 400 ml, és 999 forint volt. És vissza.
Visszajöttem, csak megnéztem Eriket, mert azt hittem, hogy a lépcsőn van, mert hallottam, hogy megy le a lépcső, és meg akarom, hogy minek megy le, mikor én itt vagyok fent. Ugyanúgy az arcomra vettem egy Balea Med Sensitive 200 ml-es vegán arctisztító vizet. Parfüm, parabén és szulfát. Színezéket. Most kíváncsi vagyok, hogy ez arctonik, ahogy én rendeltem, vagy ez is egy mici víz. Mert azt mondja, hogy arctisztító víz. Arctisztító víz. Kíváncsi vagyok, hogy most tényleg micellás víz lenne, vagy arctonik. Mert elég szaktalan, úgyhogy nem tudom eldönteni. A lényeg az, hogy arctonikot szerettem volna, mert megvan a micellás vizem, akkor arctisztítóm, az még van egy kicsi a Garnierből, de nem ajánlom senkinek, elfogytakban bővebben fogok róla beszélni. Azt le szeretném váltani a Balea Medes arctisztítójára, kellett volna egy arctonik, van még, megjött a CeraVe-től a arckrémem, és akkor itt van még a napvédő, és így minden meg lett volna. Na nem baj, majd erre rákérdezünk, és majd rájöttem, majd beszámolok. Van még itten egy folyékony szappan, után töltöm, gyere! Gyere, csücsügy, ranyálok a szövébe! Csücs ide! Van még egy folyékony szappan, után töltünk, így néz ki, 500 ml és 299 illat volt, ez a gyömbéres és citromos illat, biztos mindenki ismeri, nagyon szeretjük. Még ez a mici víz, vagy arctonic 600 forint körül volt. Rendeltem még egy mandulás és magnóliás tusfürdőt, ugyanúgy ennek is le van ragasztva a teteje, hogy nehogy kifoljon. 300 ml és 329 forint volt. Nagyon szeretem a baleás tusfürdőket, nagyon hiányolom a DM-et a közelünkből. A Rossmann is jó, de lehet csak én, mivel nem vagyok hozzászokva, nem. Nekem jobban bejön a DM, de most sajnos Rossmannal barátkozunk. Várja? Anya, jó. Na, ezt mutasd meg. Még egy tusfürdő. Ez egy 250 ml-es nivea. Ez a Cream Care testápolós, nagyon jó Care Shower. 12 hónap a lejárat ideje felbontás után. Egy nagyon jó hidratáló testápoló. Most jött pont a futár, azért vannak ennyire párásod, mert hidegről, hogy behoztam a melegre. Nagyon szeretem a Nivea tusfürdőket is, a dávokat is, de mivel nincs egy ilyen nagyon érzékeny bőröm, nagyon száraz bőröm, és meg tudom volna olcsóbb tusfürdőkkel is, így emiatt nem is nagyon szoktam beruházni drágát. Egy sampon és egy hajbalzsam, mind a kettő a Nivea-tól. Helyreállítja a pH értéket. Hair Milk Natural Shine. Van egy ilyen samponunk. Bocsi. Semmi baj. Bocsi. Bocsi, semmi baj. Van egy ilyen samponunk, és egy ugyanolyan hozzá való hajbalzsam. A sampon 250 ml-es, mint amíg a hajbalzsam 250 ml-es. Menjél már, keresd meg a macidat. Hozd ide a macidat. Menjél, futás! Hozd ide a macit. Hol a macit? Menjél, futás, hozd ide a macidat. Még nem használtam őket, nem tudom. Plusz pont, hogy le van ilyen kis ragasztóval ragasztva. Szóval itt történik a felbontás, ami
még jobb. Nagyon tetszik maga a kiszerelése, nagyon kis aranyos. Nagyon meguntam a nagy kiszerelési samponokat, azért váltottam most kicsire. Használom és majd beszámolok róla. Elfogytakban januárban biztos megfogjátok látni, tehát kiszedem itt a dolgokat. És visszatesszük macit. Vettem még, amint mondtam nektek is. Behozod az összes macit? Hogyan? Nyugodtan? Ügyes vagy. 50 faktoros, 50 ml-es SPF krémet, napvédőt. Ezen magyar nincsen. 50 plusz faktoros, így néz neki. Így néz neki. 50 ml-es arckrém, napvédőtej. Kettőt vettem, mert egyet egy helyi szomszédnak, faluvélinek jobban mondva vettem még. És és azért van kettő, 290 forint körül volt egy, de nem vagyok benne biztos, meg kell nézem a DM oldalán, mert sajnos ugye nyugtát nem kaptam. Míg a sampon és a balzsam 500-600 forint volt darabja, ha jól emlékszem. Van még itten két... Van még itten kettő darab Baleamed fátyolmaszk. Nem használtam még. 5% pantenol, parfüm, parabén és színezékmentes. A DM oldalán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dicsérik, úgyhogy én is beszereztem belőle kettőt. Nem tudom, ismétlem, hogy milyen, de elfogyta a videóban, ismét beszámolok róla, szóval ne aggódjatok, mert mindent megtudtok. És az utolsó termék, amit vettem, ez egy ilyen miteszer elleni ortapasz problémás arcbőrre, 3 darab, szalicil savval és teafa olajjal, így néz ki, és van benne 3 olyan kis ragasztó, amit az orra kell rácsípni, vagy ráragasztani. Mindegyik így külön be van csomagolva. Hátulján rajta vannak a lépések, 3 kis raktapasz, és azt hiszem, hogy ilyen 4-500 forint körül lehetett, nem tudom pontosan. Igaz, az a szokásos 299 forintba elkerültek. Az volt az utolsó termék, amit vásároltam, de viszont most találtam egy ilyen pici kis Axe deót. Body spray, deodorant and body spray, all day fresh, egy gold változat. Szerintem ezt ajándékba kaptuk, kis aranyos, táskába bedobható. Itt férfi, de engem az nem tántorít el. A férjem biztos örülni fog neki, mert eltér az autóba, az ülés mellett az ajtóba, és ha olyan gyors, be tudja magát fújni, de nem nagyon látom értelmét, úgymond, de nagyon szépen köszönjük a DM Magyarországnak. Szép kis gesztus. Ez összesen volt 11.015 forint, és benne van a házhoz szállítás is, amit megmondok őszintén, nem tudom, hogy mennyibe került. Ennek a micimnek vagy toniknak utána járok, és majd Instagramon beszámolok róla nektek, hogy végül mi is. De remélem, hogy az, amire én gondolok, és tényleg tonik lesz, és nem micellás víz. Na, nem tudom. Majd kiderül.
Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. További szép napot kívánunk mindenkinek, remélem tetszett a videó, és végig is néztétek, ha igen, ne felejtjétek kis csengő, iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengőt, ha igen, akkor nyomjátok egy lájkot a videóra. A napokban még felkerül az elfogytak videó is, és még egy párat majd valahogy úton majd még beszerzünk nektek, kitalálok, de megpróbálok minél több videót gyártani nektek. Ismétlem, köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!